A Nagymányoki megújult óvoda és bölcsőde épületében járunk. A kicsik a területi operatív program keretéből megújult intézményben tölthetik napjaikat, és közben, mint ahogy azt szokták mondani, magukba szívják őseik kultúráját. Nagymányokon 2500-an élnek jelenleg. Eredetileg németek lakták, ám ahogy azt Kalbér a polgármester fogalmazta, a történelem összekuszálta a szálakat. Ma a több nemzetiségű kisváros legnagyobb értékeként pont ezt a fajta kulturális sokszínűséget jelöli a településvezető. Ami nagyon nagy érték Nagymányokon, én úgy gondolom, az, hogy a humán érték, hiszen Nagymányokon mindig is egy iparosodott település volt, igen jó szakemberekkel, és ez ma is így van. Tehát ezért is sikerült megtelepítenünk az ipart újra Nagymányokon, tehát újra van egyenre kőbányánk, reméljük majd szénbányánk is lesz. Újra van iparterületünk, ahol most már 400-an dolgoznak, és mire megtelik addigra körülbelül 800-an. Itt problémát jelent a munkaerőellátás, és mindezt úgy sikerült megtennünk Nagymányokon, ezt az iparfejlesztést, hogy ehhez gyakorlatilag támogatást nem kapott az önkormányzat. Ugyanakkor a mostani időkben már tudunk fejleszgetni egyrészt topos pályázatokon, itt gondolok az óvoda végleges energetikai rendbetételére, a szociális otthon teljes felújítására, még pályázunk energetikai pályázatokon, saját erőből tudunk már utakat építeni, nyertünk is útépítésre egy kis minisztérium által kiírt pályázaton egy kis pénzt, amit saját kivitelezőből fogunk megoldani, hogy gyakorlatilag egy dupla teljesítmény jön létre, hiszen a munkát hozzátesszük. Az iparfejlesztési program eredménye, hogy egyre több cég jelenik meg az ipari parkban, munkát adva nem csak a helyieknek, hanem a környékben élőknek is. Ma Nagymányokon nincs se munkanélküli, se közmunkás. Ha megnézzük a munkanélküliségi rátát és a bűnözési rátát, akkor ez kettő párhuzamos. Tehát ahogy mindenki el tudott menni dolgozni, nyilván aki akart, mert aki nem akar, azzal nem tud mit kezdeni, de aki el akart menni dolgozni, nem ért rá máson gondolkodni, mint az, hogy dolgozok, élek, élem az életemet, és nincs szükségem arra, hogy valami más felé menjek. Ez párhuzamosan működik a kettő egymás mellett, erről már statisztikák is készültek, ami nagyon jókat mutat, akár a munkanélküliségi ráta csökkenése, akár a bűnözési rákozat csökkenése. Tehát ez a kettő teljesen párhuzamos, nagyon sok pályázatok van, amit még nem hirdettek ki. Tehát még iparfejlesztés befejezésképpen még várunk egy pályázatra, ami a volt brikegyári rakodót készletteret rekonstruálná, az egy 400 milliós tétel lesz, 400-415 millió, hát ez úgy a nyár közepére várható. Még egy energetikai pályázatot szeretnénk beadni, ami hát olyan 300-500 millió között lesz a vége. A település lakossági összetételéről már tettünk említést. Ez az épület a helyi székelyek háza. A gyűjteményt a népcsoport adta össze. Elekes Dániel Isten segítségével is hozzájárult ezzel a feszülettel a gyűjteményhez. Azt mondta, hogy annak adja, annak a csoportnak, aki legjobban megérdemli. Ott akkor voltunk olyan nagy munkákban, minden. Jött az Albert, látta, hogy itt megy a munka, és akkor adta ezt keresztet. Isten segítségével van Bukovinából. Néhány házzal odébb a németek tájháza található, mely 2012-ben nyerte el az év tájháza kitüntető címet. A Nagymányoki Német Nemzetiségi Tájház gyűjteményének az anyagát itt a nagymányoki helyi hagyományőrzők gyűjtögették már 1976 óta. A jelenleg több mint 1500 darabot gyűjteményben a sváb hagyományokat próbáljuk a lakásberendezés, kultúrokat, szokásokat bemutatni. Még talán annyi új dolog lesz itt a tájházban az idei évben, több millió forintos fejlesztést fogunk az idei nyáron megvalósítani, kemenceépítés, kerítés, felújítás és egyéb kisebb munkálatokkal. A
A település ikonikus építménye az általános iskola, ahova most 150 diák jár. Az épület rövidesen felújítás alá kerül. Érdekessége ez a festmény, melyik a korábbi zárda épületet is díszítette, s mely nemrégiben kelt újra életre. A jövőről szólva, azt mondja a polgármester, a fejlesztések időszaka érkezik el. És itt már is készült, hogy lakó övezeteket hozzunk létre. Terve van, hogy szeretnék egy ifjúsági lakóparkot létrehozni. Tehát jócskán van mit tenni, és jócskán van mit ápolni a múltból. Jó érzés azt látni reggel, én korán kelő vagyok, mert műszaki csapattal kezdek reggel, hogy mit 5 óra fél 6 között tele van az utca emberekkel, akik igenis dolgozni mennek. Tehát ez egy nagyon jó érzés.